A pszichoterápiának az a lényege, hogy a tudattalanunkban lévő dolgokat megpróbálja tudatba emelni, megpróbáljuk lecsapolni a tudattalanunkat, megpróbáljuk az ott lévő traumákat, elfolytásokat megismerni, a tudatunkba emelni, szembesülni vele. De miért csináljuk ezt, vagy miért csinálja ezt a pszichoterápia? Nos, azért, mert az elfolytásnak Energia igénye van ahhoz, hogy mi elfojtsunk traumákat, megpróbáltatásokat, nehézségeket, vagyis hogy ne nézzünk velük szembe, ahhoz pszichés energiát kell felhasználnunk. Ott kell őket tartanunk, le kell őket zárnunk, ott kell tartanunk őket a mélyben. És ez életenergiát von el. Ha sikerül ezeket a traumákat felemelni a tudatunkba, sikerül velük szembenézni, akkor az, er, az korábban az elfogyásra fordított életenergia felszabadul, és más, egyébként pozitívabb vagy, vagy hasznosabb életcélok szolgálatába tudjuk ezeket az energiákat állítani. Ez nagyjából a pszichoterápiának a lényege. De a drog egy picit másképp, sőt nagyon másképp oldja meg ezt a folyamatot. A drog úgy szabadítja ránk a tudattalant, hogy nincs az a munka, nincs az az idő ráfordítva, mint amit a pszichoterapia ráfordít erre a folyamatra, mert ez nem egy egyszerű dolog. A drog csak úgy hirtelen ránk szabadítja ezt. Sem idő, sem munka nincs. Nem megszabadulunk, nem felszabadulunk a tudattalamból, hanem ránk szabadul a tudattalan, és ezzel traumatikus, traumatizált, elfolytott élmények, emlékek úgy jönnek a tudatunkba, hogy nem bontottuk le róluk a traumatizáló kódot. Ezért nagyon veszélyes a drog, hiszen úgy lépünk be a tudattalamba, úgy lépünk be a tabu területére, hogy nem vagyunk rá felkészülve. Aki pedig nem tudja, hogy a tudattalannak az ajtaját hogyan kell kinyitni és hogyan kell lezárni, arra rászabadulnak a démonok, úgyhogy ne engedd a démonokat magadhoz közel.